Bíró mentett életet a megyei labdarúgó bajnokságban hétvégén. A lábot balatoni vasas meccsen a hazaiak támadója ütközött az ellenfél kapusával, eszméletlenül zuhant a földre, nyelvét lenyelve. A nagyobb bajt a vízi első segélynyújtásban járatos Cservölgyi Szilárd játékvezető szakszerű beavatkozása előzte meg. Most a 34 éves NB1-es focista múltú bírót hívjuk fel. Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Cservölgyi vagyok. Szilárd, akkor ott abban a pillanatban gondolkodás nélkül automatikusan cselekedett? Igen, tehát nem mondom azt, hogy ösztönösen. Tudtuk, hogy nagy a baj, hát kénytelenek voltunk gyorsan. Mikor mentette ezelőtt utoljára, hát mentett, mint vízimentő embert? Hát augusztus végén volt a Dráva és Szabadstrandon egy esetem mondjuk, ott konkrétan olyan mentés volt szó, hogy magánál volt az illető, csak vérző fejjel bement a Drávába, és ott elég nagy a sodrás, onnan kellett kiszedni az embert. Meg a strandon volt utoljára egy aszmás kislányt kellett az úszodába kiszedni. Ugye élvonalbeli focista volt, egykor játékosként a pályán találkozott hasonló nehéz helyzettel? Játékosként, hát Isten igazából olyan találkoztam, hogy valakinek eltört a keze, vagy a lába, vagy az orra, vagy agyrázkodást kapott egy lövéstől, vagy egy ütéstől, ugye két ember ütközik, de ilyennel konkrétan még nem. Azt mondja meg, hogy ugye megyei mérkőzéseken nincs orvos a helyszínen, volt ebből az eddigi 4 éves praxis alatt sérülésnél bármifajta gond, hogy jobb lett volna, hogyha ott rögtön megtörténik az orvosi első segélynyújtás? Igen. Tehát konkrétan egy másfél-két évvel ezelőtt vezettem ugyanígy egy megye-egyes mérkőzést, Kaposmérő Marcell mérkőzést, hogy sajnos egy mérkőzésen kétszer kellett jönni a mentőnek, mert az első fél időben az egyik hazai csatár rácsúszott a kapufára, ott szegény gyereknek el is tört a lába, mert az utolsó percben a vendég Marcellnak a játékos edzője volt akkor a Fenusz Laci, ő meg olyan szerencsétlenül esett a levegőből lefele, a hátára, hogy 20 percig nem érezte se a kezét, se a lábát. Szilárd, most a kitűnő helytállása miatt nyilván odafigyelnek önre, és nem is rejtette véka alá, hogy jó volna, hogyha az MLS-ben a bíróképzésnél tanítanák az első segélynyújtást, igaz? Van erre esély? Mit gondol? Odafigyelnek most erre? Szerintem biztos, hogy van esély. Tehát én beszélgettem az MLS.hu-nak a főszerkesztőjével, vagy pontosabban nem is tudom konkrétan, hogy kivel beszéltem. Én ugye azt mondtam neki, hogy minden évben, meg minden hónapban, legalábbis nálunk Somogyban minden hónapban kötelező jellege játékvezetőnek van egy úgynevezett továbbképzés oktatás. Nyáronként, tehát minden nyáron, amikor van a játékvezetőnek a vizsgája, egy 3 napos kurzusról beszélünk. Én azt mondom, hogy ebben a 3 napban is akár be lehetne egy ilyen 3-4 órás egészségügyi alapoktatást iktatni. Ami azt mondom, hogy fontos lenne. Na, akkor mi meg majd rákérdezünk erre az MLS-be. Önnek meg, Szilárd, akkor sérülésmentes jó játékvezetést, és köszönöm szépen, hogy velünk volt, viszonthallásra. Köszönöm szépen, és viszonthallásra.